Ajsza, hajjáke, sátszaj volt, honám volt, Szipárdi országban, a kes a közepén. Volt egy kicsi falu, s abba es lakott egy szegény kodus ember, s amikor az Úristen az észt osztotta, az a gyermek erőst előre tolakodós, meg es tömözkölte, az Úristen észvel elég alaposon. S amikor az Úristen a gazdagságot osztotta, s a pénzt, nem ott lehetett, ahol most juhász, hanem tam még hátat es fordított az Úristennek, vagy ott se volt. Nos, élt ez a szegény kodus ember, ahogy tudott, no, menjen egyik házról a másikra, és megszántak a jó emberek kicsi levásvál, egy tányér ételveles. Ha egyszer menjen a szomszéd faluba, s erős lesi az eget, egy asszony áll a kapuba, s nézi, mit lesikéd úgy az eget? Ájsza, néném asszony, nézem, hogy tudok visszamenni a mennyországba. Az asszonynak ekkora lett a szemene a csodálkozástól, mint a kujakon. Kéd a mennyországból jö? Ha én éppen igen, jöjjön béked, beszédem van kéddel. A kicsi passzúj leves veles megkínálom, az bizony jó lesz. Bemenjen az ember, s úgy megpakolta az asszal, s egy két pupra lakott, né? Hajjajeke, nem tanálkozott a mi kicsi gyermekünkkel, Szabó Estánnak híjak. Két eszendeje tettük be a földbe. Szabó Est, jaj, néném asszony, erős rossz helyzetben van a gyermek, odafenn a mennyországba, s na meséljeked már, mi van véle? Jaj, tudja meg, egy kicsi kordét hoz maga után, s deckát árul a mennyországba, még lova sincsen. Jó, és tudja meg, csóré járkál, mert leszakadt róla a gatyája, és előle és hátul lesz csóré a gyermek. Jaj, igen szépen megkérni, itt van két rend ruhácskája, vinnie-ked néki? Ha én éppen igen, tegye csak oda ügyesen. Aztán tudja meg, a csizma és leszakadott a lábáról, úgy kibújt a lábacskája, mint csürka a tojásból. Itt van két pár csizmácskája, és szinte tiszta új, na, viszi-e kéd neki? Jaj, hogy ne? Tegye azt es oda. És hogy eszik-e a gyermek? Kap-e? Jaj, néném, azt az öröknek a csontjai, tudja meg, mind a csontváz, úgy néz ki a gyermek. Egy hónapja vágtunk egy kicsi hízót, kolbász, szalanna, sonka, teszek oda, ked elpírja, elénállál, tegye csak oda ügyesen, viszem én. Az asszony úgy összepakolt néki, és még a végén azt mondja, jaj, tudja, van még 300 forintom, és az uram nem es tudja vinnie. Ajsza, igen, az a legkönnyebb. S bétrüppantotta a belső zsebibe. Na, úgy elmenjen a kodus ember, úgy manaság felé, hogy visszasán nezett, jő haza az ura. Jaj, édes uram, nem es tudja, kett kiárt nálunk. Na, tan csak nem anyósom, annak nem örülnél úgy. Nem, nem, egy ember volt itt a mennyországból, és találkozott Estánkával, erős rossz helyzetben van a gyermek, tudja meg, egy deckátárus, egy kordét húz maga után, a leszakadt róla a gunyácskája és a csizmája és küldtem néki, és összepakoltam. Azt mondja az ura, te asszam, ha hon tartott te az eszédet, a bokádba te? Ha a mennyországból nem jön vissza senki, és az Úristen engedelme nélkül halála után nem es menjen be oda senki? Merre ment az az ember? Ha arra nem en a sak felé, na kihozta a szürkét, rea, és menjen az ember után, a kodus eszre vette. Tudta ez utána, jő, lehuppant egy kicsi sáncra, s a pakot bécsúsztatta egy bokor alá, s jő az ember. Hajjajeken, nem látott erre egy kodus embert egy nagy pakval? Ha én éppen igen, ezen a kicsi keskenyös venyen megyen, azon lóval nem tud kéd utána menni. Ha szépen megkérném, ügyelne a lóra, s hogy menjek utána a kicsi ösvenyen. Ha az bémenjen az ösvenyen, s ha felugrott a lóra a kódus ember a pakval együtt, s úgy elmenjen porzott utána az utes menoság felé. Jö vissza az ember, s azt mondja, na, feleségem a bokájába, én a lábam ujjába tartom az eszémet. S menje haza, s mind kérdi a felesége. Na, édes uram, tanálkozott véle. Jaj, te feleség, tanálkoztam, te tudd meg. Odaadtam néki a lovat, a gyermek ne úgy húzza a kordét a mennyországba, fogja elé, és legyen segítsége.
Ha így volt, nem tudom, a hazudok, bizony nanókám után hazudok, tőle halltam a mesét, csak entek kíváncsiak rá, járjonok utána.